Daily Spice született kémek. 9 óra 15, Tupír sorok, Seattle. Jó napot, hölgyem! Kipróbálna egy izgalmasan új hajkezelést? Ingyenes, és már is sorra kerül. Bujább, tartósabb és könnyen kezelhető frizura. Jól hangzik, én is kipróbálhatom. Sajnálom, a haja nem alkalmas. Érdekli? Csak 20 perc az egész. Persze, miért ne? Hey! Otthon találkozunk. Hey, Mia! Végzetes hajvágás. 9 óra 32, Beverly Hills bevásárlóközpont. Vegyük meg Jerrynek! Márka nélküli öltönyt. Ugyanezt komoly szülinap. Komolyan meg kell gondolnunk. Lányok, aminek minden férfi örül, egy igazi svájci bicska, 20 szerszám és egy beprogramozott slágeradó. Nem az igazi. Mit szólnátok egy bársony terep golfkocsihoz? Kinek kéne egy ilyen? Mellesleg egyik sem tűnik elég jónak Jerrynek. De bársony és terepre való. Várjunk! Megvan a tökéletes ötlet! Meglepetés bulit szervezünk! Nagyszerű! Az öreg Jerry erre biztosan nem számít! De mi legyen a meglepetés? Megvan! Bekötjük a szemét és felvisszük egy hőlégballonnal! Vagy elvisszük egy tenger alatt járóra és meghívjuk a barátait! Igen! Vagy lelökhetjük egy szikláról, és nem áruljuk el, hogy ez egy bungee jumping buli. Óvatosan, Alex! Nem akarjuk, hogy szívrohamot kapjon. Szívrohamot emlegetve jó lenne, ha Jerry sem ijesztene így rám! Hello, hölgyek! Miért nem jöhetünk sose stílusosan? Limuzinban vagy ilyesmi? Limuzin! Miért nem jutott eszembe? Már is elintézem nektek. Szuper! Igen, rendben. De térjünk a tárgyra. Számos ember eltűnt Seattle-ből és Washingtonból. A különös az, hogy mind tegnap tűnt el. Hé, nézzétek! Mind vörös hajú. Szerinted véletlen? Gondolom, ki kell derítenünk. Jól gondolod. Már is elutaztok, hogy kinyomozzátok, van-e összefüggés az esetek között. És most a felszerelés. Fülbevaló adóvevő... Lézerrúzs, szélviharhajszárító, csugárhajtású hátizsák és négy. Négy? Azt hittem már az ötödik jön. Négy. N-E-G. Nagyon édes gyűrű kamera. Kösz, Jerry. Jelentkezünk. Sok sikert. Ó, igen, a limuzin. Odakint vár rátok. Ó, szuper! Igen, a naivitás nincs benne a szótárban. Jó utat, lányok! 10 óra 17, Seattle. Tehát, nagyon közel áll hozzád a nővéred? Igen, a legjobb barátnőm. Úgy volt, hogy segít nekem tegnap délután, de nem került elő. Talán elment vásárolgatni, és elfelejtett felhívni. Miért? Velem már előfordult. A nővérem nagyon megbízható. Felhívott volna, és senki nem hallott róla semmit. És hol láttad őt utoljára? Az új hajszalonnál, a neve Tupírsarok. Bement egy ingyenes hajkezelésre. Te is bementél? Jó lett volna, de a fodrásznő azt mondta, nem alkalmas a hajam. A nővéred tehát vörös hajú? Gyönyörű, igaz? Remélem, jól van. Én is. Kösz, hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Értesítünk, ha bármit megtudunk. Szerintem irány a szalon, és nézzünk körül már is. Előbb megfelelő haj kell, vörös haj. Szerencse, hogy nekem már van. Paróka csodák.
Mert ilyen paróka árak mellett azonnal kimerítjük a keretet. Wow, imádom a vörös hajamat. Totál csinosnak érzem magam. Köszöntelek a klubban. Most már tudjátok, milyen elképesztően csodás vagyok. Igen, és elképesztően szerénytelen. 10 óra 26, Tupír sarok szalom. Elég a dumából, vörösök. Kémkedésre fel. Hello, hallottuk hírét ennek a fantasztikus szalonnak és a csodás hajkezelésnek, amit kínálnak. És mi természetes vörösök rögtön ide rohantunk. Igen, látom. Sajnos nem alkalmas a hajatok. Apám! Elég durva. Jó van, a tervünk teljes kudarc volt. Most mi legyen? Levesszük az izzasztó parókákat. Na, ez az igazi haj. Tökéletes a megújító kezelésre. Komolyan? Teljesen. Ki akarsz próbálni egy izgalmas, új kezelést kizárólag szőkéknek? Ingyen van, és már is sorra kerülsz. Ez jól hangzik. Ne felejtsd a küldetést. Tartsd nyitva a füledet. Ó, hát persze. Rajtam van a fülbevaló adóvevő. Rögtön ott leszünk, ha baj van. Remélem, kitaláljátok Jerry meglepi buliát, mire a gyönyörű haja még gyönyörűbb lesz. Úgy tűnik, hogy Sam szerénysége ragályos, ugye? Ó, gyönyörű a hajad. Fantasztikus. Köszönöm. Alig várom a kezelést. De mi az egész pontosan? Életre szóló élmény. Megígérem. Most dőlj hátra, és hunyd le a szemed. Hé, mit jelentsen ez? Ez jót nem jelent. Gyerünk! Zárva az ajtó! És az ablakok is. Nyilván úgy döntöttek, hogy ma korán zárnak. Hogy jutunk be? Felmegyünk. Mi ez a vacak? Azt hiszem, ezen bejuthatunk. Mit szólnál, ha bevetnéd a harcedzett lábadat? Megvan. Oké, indulás lefelé. Furcsa, mindenki elment. A székek ezeken a csapóajtókon süllyedhettek le. Vagyis Clover nem lehet még messze. Eltűntek. Mi csináljunk? Hívjuk Jerryt, és bízunk benne, hogy lesz ötlete. Hello, hölgyek! Mi a Seattle? Borzalmas! Clovert elrabolta valami szörnyű hajszalon, a neve Tupír sarok! Ó, ez egyáltalán nem jó. Lássunk, találunk-e valamit. Igen, itt van, a Tupír sarok szalon. A tulajdonos egy nő, a neve Felisa Mén, híres paróka készítő, a felső 10 000-re specializálódott. Úgy tűnik, az egész világon vannak szalonjai. Minek egy híres parókakészítőnek ennyi hajszalon? Hú, talán felhasználja a hajakat a parókáihoz. Ó, ez elég felháborító. Jut eszembe. Épp most kaptam újabb híreket. Rióban és Bécsben is sorozatos eltűnéseket jelentenek. Azt hiszem, ideje elmennetek az oroszlán barlangjába, Miss Main paróka üzemébe Londonba. Már is indulunk. Ideje megmenteni Clovert és leállítani a nemzetközi hajhullást. Remélem, idejében visszaérünk, hogy meglepjük Jerryt a szülinapján. Délután 6 óra 45, Temze folyó, London.
Tehát Jerrynek dolgozunk, a nemzetközi filmsztárnak. Helyes? És melyik országból jöttünk? Ó, mondjuk talán Svédországból. Ó, ez tetszik. Jerry egy nemzetközi svéd filmsztár. De nem árulhatjuk el a nevét, mert rettentő híres. Helyes, oké, indulás. Vagyis menni, gyerünk menni. Segíthetek, lányok? Beszélni kell, Felicia Mayne, azonnal, a svéd mozi jövője függeni tőle. Rendben, gyertek vele. Felicia Mayne vagyok, miben segíthetek? Én Anna. Este 7 óra 6 perc, Felicia irodája. Svédországból jönni vásárolni párokat különc főnöknek. Igen, ő lenni internacionális filmsztár, felismerné nevét, de nem mondhatni el a nevét. Aha, oké. Miért kell neki a paróka? Mert tök kopasz lenni. És mindenki mondja, te parókád lenni legjobb. Ez igaz. Valóban segíthetek. Nézzétek át ezt, és aztán megrendeljük a parókát a sztárotoknak. És az összes parókát itt csinálni ebben a házban? Igen, pontosan. Ó, nagyon fantasztik eljárás lehet. Igen, az. Lenni gyárlátogatás? Nem, nincs. És ha most megbocsátjátok, dolgom van. Edwin, kérlek, kísérd ki a hölgyeket. Azt hiszem, itt a durvaság a motto. Itt a kiárat, hölgyek. Minden jót. Ez csak időpocsékolás volt. Talán nem. Nézd meg a felvételt, amit forgattam. Na hát, ez elképesztő. Tudom. Mintha a hajkezelés kiszívná belőlük az életet. Meg kell találnunk Clovert. Méghozzá gyorsan, mielőtt még túl késő. Este 7 óra 33. Felicia főhadiszállása. Odafent! Persze előbb jöhet a műugrószám. Rossz napod van, mi? De mennyire? Ezek őrültek. Felicia megnöveszti a hajunkat, hogy aztán lenyírhassa parókádak, és besöpörje a milliókat. Hé, igazam volt. Sajna. A hajkezeléstől vagyunk ilyen gyengék. Ki kell szabadítanunk innen. De gyorsan, mert ha a hajunk már elég hosszú, Felicia levágja, tőlünk pedig megszabadul. Megállni! Megvágy! Tévedés! Engedj el, kazembe! Mi a... Engedjetek el! Lám, milyen kedves vendégek az ifjú svéd barátaink. Igazából nem vagyunk svédek, azért jöttünk, hogy leleplezzünk téged. Elkéstetek. Megvan a haj, ami kellett, sőt, több is. Beleértve a tiéteket. Mindenkit, aki megkapta a hajkezelést, bevinni az arató aulába. Találjatok ki valamit! Nyugalom, kitalálunk. Meg kell szabadulnunk a szíjaktól, mielőtt mi is legyengülünk. Nem gond. Igen, vannak előnyei a rejtett reszelőknek. Meg kell mentenünk Clovert, irány az arató aula. Bárcsak tudnánk, hogyan lehet eljutni oda.
Ki? Ez visszafelé sült el. Gondolkozzunk, hogyan juthatunk fel oda? A zöld függöny. Egy nyitott ablak. Clover. Clover. Hallasz? Ha? Igen, hallak. Nem arról volt szó, hogy megmentetek? Aha, de sajnos idekint vagyunk. Mondd, nincs melletted egy zöld függönyös ablak? Van, de már nem sokáig. Mindjárt én következem. Este 8 óra 7, fel is a főhadiszállása, sörényvágószoba. Kezdődjék az aratás! Azonnal fel kell jutnunk! Ez most komolyan megviselt. Úgy tűnik, kéne egy B-terv. Megvan! Clover, tudom, hogy őrülten hangzik, de engedd le a hajat, hogy felmászhassunk rajta. A haját? A hajamat? Engedd le az ablakon keresztül. Oké, megpróbálom. A barátaim megmentenek, de segítened kell. Jaj, nem! Sikerült! Mint Rupert Stilzhennek. Alex, azt hiszem Rapunzelre gondolsz. Kár, hogy fel is a kezelése kiszívja az életerődet, mert a haja tényleg egyszerűen lenyűgöző. Tőlem aztán! Volnátok szívesek bemászni végre! Na, akkor rajta! Gyerünk, emberek! Igyekezzetek! Sok hajat kell még learatnunk! Felejtsd el az aratást! Nézzünk szembe a fényekkel! Hétvány kölykök, ezt nem ússzátok meg! Nézd rá, Sammy! Teljesen beollózott tőlünk! Igen, mondhatnám, égnek áll a haja! Mi lenne, ha a szójáték helyett inkább megmentenétek? Bocs! Mamám! Kopasz! Kopasz is kínozza azokat, akiknek van hajuk! Elég morbid, de mossuk ki gyorsan ezt a szemetet a hajunkból. Öblítő érkezik! Küldetés teljesítve. Nem egészen. Nem találtuk ki Jerry meglepi buliját. Jaj, nem. Teljesen elfelejtettem. Nekem legalább van mentségem. Elraboltak, stb. Ha-ho. Csomó időd volt odaszíjazva a székhez. Kösz szépen. Most már mindegy. Beugrunk hozzá, és viszünk valami ajándékot. Tíz óra három, WUP központ.
sem, Jerry! Na, hogy tetszik? Elég szokatlan viselet. Bár megjegyzem, számomra az az igazi meglepetés, hogy tudjátok, mikor van a szülinapom. Na látjátok, mégiscsak megleptük. Attól tartok, ezt most nem értem. Meglepetés bulit terveztünk neked, de nagyon elszúrtuk. Ez nagy öröm. Utálom a meglepetéseket. Tényleg? Abszolút. De csak ha nekem szólnak. Pápá! Mindig beugratom őket. Magyar hangok. Simonyi Piroska, Zsigmond Tamara, Csondor Kata, Úri István. Magyar szöveg Kalocsai Eszter, hangmérnök Heizler László. Gyártásvezető Mason Ildikó. Szinkronrendező Mauchner József. A szinkront a Fox Kids megbízásából a Digital Media Services készítette.